6000 milliárd forintnyi készpénz van Magyarországon. Ez az országban előállított termékek piaci értékének, vagyis a GDP-nek csak nem 15%-a. Ez Európában a hatodik legmagasabb. A készpénzben tartott megtakarítások arányában pedig Magyarország az első helyen áll. A bankok szerint a sok készpénz felhalmozódásában szerepe van a fekete gazdaságnak, valamint annak, hogy az ügyfelek havi kétszer ingyen vehetnek fel pénzt a bankokból, és annak is, hogy a pénzintézetnek tranzakciós illetéket kell fizetnie az államnak, amit legtöbbször az ügyfelekre terhelnek. Ezért az emberek úgy vélik, inkább otthon tartják a pénzüket, nem a bankban. Ám a pénzügyminisztérium szerint ez a gazdasági növekedés egyik akadálya lehet. Ezért több javaslatot dolgozott ki, amiket a Bankszövetség is támogat. Az elképzelések között szerepel az ingyenes készpénzfelvétel megszüntetése, vagy legalábbis csökkentenék a felvehető összeg határát. Azt is szeretnék bevezetni, hogy a vállalkozások nem másfél millió, hanem fél millió forint fölött se fizethessék ki számláikat készpénzben. Javasolják továbbá, hogy kötelező legyen az elektronikus fizetési lehetőség elfogadása az online pénztárgépeknél. Kötelezővé tennék bizonyos árbevétel fölött a kereskedőknél az elektronikus fizetések lehetővé tételét is. A javaslat kidolgozói a gazdaság kifehéredését is várják ezektől a változtatásoktól. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy véli, a gazdaság szempontjából indokolt ezeket a változtatásokat bevezetni. Ennek vannak ugye az összgazdaság számára pozitív hozadékai. Elsősorban ugye átláthatóbb, tisztább lesz a gazdaság. Ez nagyon jónak is mondható. A másik részéről én attól tartok, hogy továbbra is meg fogják találni azokat a kibúvókat a vállalkozók, hogy a készpénzforgalmat azért teljesen ne szüntessék meg. A döntéshozók azt is tervezik, hogy az újonnan nyugdíjba vonulóknak egy bankszámlára utalják a járadékot, és nem készpénzben adnák azt oda. Ám ennek megvalósulására kevés esélyt látnak a gazdasági szereplők.